Meg vagyunk, én már kész vagyok, csak unatkozom. Pörgünk, forgunk? Jaj, de jó. Ez itt a kettős pont. Ez volt a kettős pont, mert lemondtunk. Ja, lemondtunk. Lemondtunk, igen. Igen, igen. Én azért mondtam le, mert az, amit csináltál, az vállalhatatlan volt. Én is megtaláltam a hibát benned. De hogy érezted magad vasárnap? Én nagyon jól éreztem magam vasárnap. És hétfőn? Hétfőn is nagyon jól éreztem magam. És hétfőn minden nap jól érzem magam. Nem volt whisky, vagy valami, amitől jól érezted magad? Hát unikum pedig... volt, mert egy picit azért, mert túlettük magunkat, de nem, minden nap jól érzem magam. Te nem álltál be abba hoztam neked egy könyvet. Akkor... Ja, igen, de én is hoztam. Mert elvesztetted a fogadást a múlt héten. Tessék Adit olvasni. Parancsolj. Melyik kiadó? A kiadó. Akkor cseréljünk. Köszönöm szépen. Igen. Ja, igen. Akkor nekem már kettő van. Ez valahogyan ismerős ez a módszer, igen. Én még emlékszem arra a magyar nemzetre, aminél az édesapám dolgozott, és egy nagyon komoly újság volt. A magyar nemzet rendszerváltás lapja. A rendszerváltás lapja, az az újság, amit lényegében azokban a borzasztó rendszerváltó időkben 80-as évek lefejeztek, úgy van. Aztán átalakítottak. Így van. És kinek köszönhetjük a magyar nemzetet? Pető Tibornak. Pető Tibornak, aki ugye alapító főszerkesztője volt, ez így van. És kinek köszönhetjük még, tudod, hogy kinek a lapja volt a magyar nemzet, hiszen a rendszerváltás előtt minden lapnak hát volt egy tulajdonos, Pozsga egy lapgazdája. Hiszen a hazafias névfront lapja volt. Így van, Pozsga Imre akkor nagyon sokat tett a nyilvánosságért, és a magyar nemzet ugye tegnap jelent meg utoljára, ami ma még holnap van, amikor erről igen. beszélünk, de április 11-én, a költészet napján, megszűnik a magyar nemzet. Hát de teljesen azért, mert nem költenek rá többet. Nem tehát költenek ez is rá egy többet, az örkény tollára való. Ez rettenetes. De most gondolj vele, hogy a magyar nemzet az elmúlt két évben, azt is mondhatnám, hogy három évben megint újságként tudott működni. Ezt már az előbb mondtad, és úgyis kivágják de ezt a részt. De ez annyira fantasztikus, hogy egy ilyen múltú újságot lényegében egyetlen tolvonással meg lehet szüntetni. Elhitted a magyar nemzetnek a fordulatát? Nem, én beszéltem ott kollégákkal, akik mindig attól féltek, hogy gyerekek, a két nagyfiú kibékült, visszaállunk. Így van. Na. De szerintem még hullanak újságok, meg hullanak pártvezetők, de szerintem ezek egyre kevésbé fogják érdekelni az embereket. Nem akarsz pártvezető lenni? De. Mondjad, mik a jó dolgok, mert mindenki ki van éhezve a jó hírekre. Sok a jó dolog na, történt. Tessék, mondjad. Lezárult egy választási kampány. Le. Eltűntek a migránsok a címlapokról. Tegnap, átmenetileg? Hát rövid időre, igen. Tegnap már nem találkoztál ilyennel. És mindenki győzött. Ugye győzött a Fidesz, az ország fele rászavazott. Ezzel nem nagyon tudunk vitatkozni. Győzött a... Hogy menjünk visszafelé? Győzött az MSZP és a DK, de nem vesztett. Bekerültek a parlamentbe, a DK meg, mit csinál, mit mondanak? Megduplázta azt az alacsony számot, ami az ő képviselői. Majdnem megduplázta. A kamupártokra nem szavaztak, ez nekem egy nagy boldogság volt. Egyedül a kétfarkú kutyapárta, de ők így megmenekültek attól, hogy vissza kelljen fizetni. A kampány, ezek a jó pénzt, ezek a jó hírek, dolgok. De van még. De mondjad, nem, mondjad, te is egy, de nem, egy most jó most kíváncsi hírt vagyok, mik a jó hírek? Mondjad tovább. Ez, ennyi. Azt szerinted jó hír, hogy az együtt öt darab elnökségi tagjának 200 millió forintot kell visszafizetni? Nem, fejenként csak 50-et. De együtt. 30-at. Ja, együtt. Együtt. Ezért együtt a nevük. Ez a kockázat. Ez elég durva. Ez nagyon. Viszont azt hallottad, hogy a munkáspárt az 365 millió forintot kapott, mint kampánytámogatást, és egy fillért nem költöttek el. Nem szerezték, eljutottak 1% fölé, tehát hogy úgy mondjam, rutinosak voltak. Ez is egy jó hír? Elbukták a bankköltséget. Ez jó hír. Ez jó hír. Jó hír. Utolsó szép pillanat az életemben. Ebben az évtizedben. 1973. Ez nem ez az évtized, könyörgöm. Amikor iskolába mentem, utána az egyetem téren édesanyám befizetett egy banánkrémre, és ez nagyon finom banánkrém volt. Banánkrém, az egy, nem is egyetemtér, bocsánat, akkori felszab sarkán. Banánkrém, az például nagyon jó. Hát ez sem a volt. Ez sem a volt. Azóta? Azóta, hát kisebb-nagyobb boldogabb pillanatok biztos voltak. Nem csodálkozom, hogy boldogság ez, magazin ez nem a 73 vett volna ez megvan. Nem. Nem akarsz politikáról beszélni? Kapaszkodj meg. Politikáról
Mert eddig politikáról beszéltünk, nem? Jó, de nem érzed politika úgy, hogy a te viszonyod a világhoz, politika vagy nem olyan az? Módon telepedett rá az életünkre, hogy lényegében másra nem is nagyon tudtunk figyelni? Ez nagyon érdekes. Tehát fölteszel egy kérdést több eszem első szemében, miközben ez a te problémád. Nekem ez nem politika probléma. Politika nem tenyerelt rá az nem, életünkre. Mi tenyereltünk észre, bele a politikába? Vedd el a kezed, mosd meg. De miért most sem meg? Tiszta kezek, tudod? Ja, tiszta kezek az tudod? Mi az a tiszta kezek? Mi az a tiszta kezek? Mi az a tiszta kezek? Na, tessék, tiszta kezek. Manipulálta. Arra nem volt időm, hogy megnézzem azt, hogy Győzikének milyen a háza ott Nógrádban. Igen. Hogy mi történt. A Facebookkal mi történt? Oszter Sándornak mi történt a tavával? A tava? Hát le kell csapolni. Mondjuk azért nagyon durva az attól, én egyszer kirándultam arra. Érted, hogy Sóbert Norbert az lényegében már nem erősíti a saját márkáját. Nem. Tehát ilyen dolgok, tehát így elment mellettem az élet. Elment mellette az élet, mert mivel foglalkoztál? Politikával. Mert a buborékodnak próbáltál megfelelni, ja. Mert azt próbáltad, hogy örülünk, sokan vagyunk és elegen. Ehhez képest én elmentem választani, és elbeszélgettem a fiammal. Nagyon tanulságos volt. De azt posztoltad is a Facebookra. Ezt posztoltam, de nem mindenki látta. Ugye csak az ismerősök. De nem akarom megosztani az emberekkel, hogy ez milyen? De, majd elküldöm mindenkinek, aki feliratkozik, csak annak, aki feliratkozik. És a bűnevő sincs meg? Arról is lemaradtam? Amikor 18 éves vettem, ezt nem meséltem még neked, akkor volt egy nagyon kedves barátom, akivel elmentünk egy gyerektábort vezetni, és ugye akkor érettségiztünk, és azt gondoltuk, hogy egy kicsit dolgoznánk, és kerestünk olyan foglalkozást, amit mi szívesen űznénk, és nézegettük az apró hirdetéseket, és találtunk az Esti Hírlapban egy hirdetést, ahol likvidátort kerestek. És azt mondtuk, hogy... felcsillant a szemed? Hát ez nekünk való, mondtuk. Hát mind a ketten egy ilyen likvidátori minőségünkben voltunk, 18 évesen, és fölhívtuk a számot, és a legnagyobb csalódásunkra ez nem az volt, amire mi gondoltunk. Mi arra gondoltunk, hogy beírják a személyünkbe, hogy akkor még a személyben benne volt a munkahely, likvidátor, hát ez király. Igazoltat a rendőr, éjszaka zebrán, és azt mondta, és utána tiszteleg. Likvidátor vagy, az egy másik dimenzió. Na nem, ez valami pénzintézetnél volt, a bankok akkor nem nagyon volt még, és a számla likvidátort jelentett, tehát ott valamilyen irodai munkát, sose lettünk likvidátorok. Szegény Kovács Abi barátom azóta is siratja ezt. Értem, most te nekem, is mesélhetsz valamit. Nekem sokkal jobb munkám volt, hogyha belegondolok, én tizen... Volt olyan történet, amit így meghallgattál, és azt mondtad, fú, ez nagyon jó. 16 évesen... És elhallgattál utána, ez nagyon fontos. 16 évesen szobaasszonyként dolgoztam a Jolio Curie téren egy szállodában. Ezt tudtam, hogy akkor még volt hajad. Akkor még volt hajam is, igen, azóta a fiaimnak adtam az összeset. Uh-huh. És az örökséget átadtad még azelőtt, hogy... ott kaptam először, ez 83-ban volt, és ott kaptam először olyan ezrest fizetségképpen, amin a Bartók Béla volt, az első ezres széria volt, amikor már nem Adi volt a legnagyobb. Uh-huh. Van egy nagyon jó film, menj el moziba, az a címe, Sztálin halála. Azt többen látták már a családomból, és megoszlottak a vélemények. De van erről jobb történeted? Mert ez így... Nem, mert nem láttam, tehát valószínűleg nem tudok és erről. És mióta akadályozom meg abban, hogy véleményt mondjál róla? Elég régóta, mióta újságíró vagyok. Azóta akadályoz meg? Ez milyen szép vallomás volt. Igen. Mióta újságíró vagyok? Vagyok, voltam. Vagyok, vagy voltam? Nem tudom. Valami volt egyszer, igen. Hát újságíró vagy volt, vagy ha nem lesz. Igen. Te mi akartál lenni? Én újságíró. Volt neked valami olyan élményed, aminek örültél mostanában? Volt egy eredményváró buli nálunk, nem tudom, hogy nálatok volt-e, mi nagyon vártuk az eredményeket. És örültetek? Hát... Minek örültetek? Én a fagyinak, nagyon sokan hoztak fagyit, úgyhogy fagyit. Fagyi buli volt, igen. De van valami szimbolikus jelentősége? Nem, a szimbolikus jelentősége az másnak volt. Volt, aki képviselőfánkot hozott, és volt, aki pedig buktát, és akkor azt gondoltuk, milyen hogy... buktát? Mákos buktát. Annak semmi értelme nincs? Őszintén megmondom, a választás legizgalmasabb része az eredményvárás volt mindig. De. 5%, 10%, mi történt Sárbogárdon, Nyékládházán, a 17. kerületben, hú, most szavaztak, a külső kerületekből beérkező szavazatokban mi lehet. Tehát a legjobb játék volt. Most ehhez képest elindították a Forma 1-et, és utána közvetítették a befutót. Soha, de neked ez nem volt gyanús, hogy sokáig nem volt eredmény, hogy baj volt a szoftverrel? Hát ne kezd ezt, ne kezd. Olvassál Adit. De nem. Egy dolog. Emlékszel még a Big Brother-ek meg való világoknak a hajnalára, amikor
SMS-ben lehetett szavazni a játékosokra. Nem. Én és sose voltam bulvár újságíró, nagyon erős konteó, volt egy nagyon erős konteó, mert mindig azt mondták, hogy közjegyző hitelesíti az adatokat, csak az volt a probléma, hogy azokat az adatokat hitelesítette a közjegyző, amiket megkapott. Ő nem tudta azt, hogy milyen adatok jönnek be és hogyan, ő csak összesített adatokat látott. És gonosz emberek, mondom, ez egy konteó volt, azt mondták, hogy ezek manipulált adatok, mert a csatornák érdeke az volt, hogy itt a X játékos menjen tovább, mert ő jobban, sokkal érdekesebb, mint a másik játékos. De ez nem rossz, amit mondasz. Most mennyit mutatok? Attól függ. Így? Ismeri a kód? Nem, és a grünt, akkor inkább a kód. Mennyit mutatok? A kettes számrendszerben 6-ot mutatsz. Kettes számrendszerben, akkor még a szemednek. De tudod miért? Akkor még a szemednek is. És most mennyit mutatok? Lefele tartanád, akkor tudnám, hogy 7-es. De ez nem 7-es, ez nem 7-es. M7-es. 1, 2, 4, 8, 16, hát ez 17. Nem, ez 17. Ezt mutatod. Nem, ez meg a 4. Kettes számrendszer. 32-ig tudsz számolni tudod, egyetlen nem, kezeden. Ezt tudod mi? Az 1. Karót nyertél. Végünk van. Ne iratkozzatok. Köszönjük a figyelmet. Nem érdekel, azt csináltok, amit akartok. Igen? Igen? Igen. És olvassatok minden nap. Tessék? Mi csináljunk? Micsoda? Ja, lemondtunk? Lemondtunk, az elején lemondtunk. Akkor vegyük vissza. Jó. Jó, akkor... Hogy legyen? Úgy, hogy nem mondtunk le. Nem, öltözünk vissza. Tehát, Mi gondoltuk, hogy lemondunk, de végse. Van nagy ilyen, sikerre való tekintettel. Ja, ennyi.